Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán! Szevasztok, gyerekek, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19. 1 milliárd eurós kihívással, és oda nézzetek, milyen csodát raktam ide magamnak. Egyébként 1000 euróba fájt, hogy ezt így felépítsem. Raktam be egy darab modot, egy ilyen Keeper Farmos feliratú csodálatos kaput, amit én modoltam egyébként, mármint én alakítottam át a textúráját. Úgy gondoltam, ha egyszer már van egy ilyen farm kezdeményünk, ami igazából majd még fejlődni fog, akkor mindenképpen szükségünk van egy ilyenre. Egyébként lehet csukni, nyitni a kaput, csodálatos egy mori. Fikáció. Ja, mondom, csukni, nyitni a kaput. Így. Egyesével a szárnyait, de igen, tudom, hogy belelóg egy kicsit a ganédepóba, de hát ez van, gyerekek. A szépségért szenvedni kell, de a futás van, gyerekek, mert dolgozni kellene, meg kellene nézni a földet. Kellene okosba pörgetni az időt, meg egy kicsit közben gondolkodni is kellene a képernek. Figyeljetek, egy ilyen 30-al pörgetem az időt, és ja, írtátok, hogy nem nagyon kellene még gondolkoznom azon, hogy olyan sok minden fogok épp pénzt keresni, de azért már kigondolhatnám, hogy mit fogok csinálni a következő részekbe. Nem is tudom, ki volt az a srác, azt hiszem valamilyen Ed nevű, aki mondta, hogy hát miért gondolkozol annyira előre, hiszen még annyira nem vagy előre. Egyébként ez a föld nekem nagyon tetszene. 28.700-ba kerül, gyerekek, ez a föld. Figyeljetek, ezt meg akarom mutatni nektek, gyerek, menjünk el, mivel menjünk, bazd, menjünk, de ne menjünk már a gyalog, hallod, menjünk az MTZ-vel, jó? Ezen meg valaki fölhagyta a homlokrakodót. Itt voltak a srácok utolsó részben, tegnap dolgoztak ezerrel. Ide rakjuk a homlokrakodót, egész szépen össze van pakolva, egyébként csodálatos piros MTZ-vel elmegyünk. Megnézzük, feltérképezzük azt a földet. Ugye itt van szembe, úgyhogy ennyi idő alatt gyalog is átértem volna. Ez egy ilyen nagy füves valami. Ugye? Hát ez első ránézésre nem egy túl kecsegtető föld. Mivel kerítés van körbe, amiatt ugye nagyon nehéz megmunkálni, gépi munkás nem is nagyon tudná, mivel mindig belegabajodna, de viszont ez a föld, ez nem kicsi. És sőt, az a föld, ez böszme nagy. És arra gondoltam, hogy itt kellene kialakítanom nekem az állattenyésztést. Ugye be van kerítve, kapásból tök jól néz ki, szerintem a fű az ugye, hát nem mondom azt, hogy lekaszáljuk, mert nem hiszem, hogy lekaszáljuk. Ezen a földön bőven ki tudnám alakítani az állattenyésztést, és így jönnénk hátra, és akkor először mondjuk tyúkokat, mindenféle különböző élő lényt elkezdenénk itt termeszteni. Tenyészteni. Ez baromi nagy, jó, hosszú, viszonylag szűk. Ugye meg lehetne, ki lehetne úgy alakítani például a tyúkoknál, hogy a tojást egyik oldalon veszed ki, és akkor ide külön lehetne rakni egy gépet, egy kisebb TZ4-kárd, vagy pedig egy UTB-t, amivel lehet homlokrakodó, és akkor ide öntenénk, mondjuk ide lenne egy plac, ahol mindig a gabonát le lehetne önteni, esetleg ugye egy homlokrakodós cuccal, meg ugye vagy lapáttal is egy portkocsiról folyamatosan lehetne etetni a tyúkokat. Ebbe gondolkozik a Keeper, ezzel a földdel, 28.000-be fáj. Én valószínűsítem, hogy meg fogom venni, oda nézzetek, tök jól néz ki. Egyébként ilyen nagyon puritán egy ilyen i-vas van itt fölül. Kettő darab ilyen csúnyán lefestett oszlop. Úgyhogy tök jó, nekem nagyon tetszik. 1000-be került egyébként, nem írtam át az árát, úgyis csak dekorációs célja van, de azért levottam mindenképpen, tehát nem csiteltem be pénzt utána. Szóval ilyenről szó sincs. Meg akarom nézni a tyúkolakat, mivel raktam be ám tyúkolakat, amik szerintem hogy nem lennének rosszak, várjál. Ugye van ez a tyúkol, ez default, és meg sem tudom nézni, ha nincs például, de rendesek vagytok. A default ugye itt lehet etetni, itatni őket, azt hiszem viszkel nekik, meg búza, vagy valami ilyesmi. És nem tudom, hol rakja ki a tojást. Van 20.000, 40.000, van nagy. Mennyi fér bele? Azt nem tudom, mennyi fér bele. Ez mi? 100 tyúk? Szásztjuk, ez meg 400-tjuk. Marha, de vannak benne modoltak is, meg fogjuk nézni mindjárt. Birka legelő nagy, tyúkház, van 8-ért tyúkház, ez nem tudom milyen, ezt sem tudom megnézni sajnos, ugye amíg nincs elég pénzünk, addig meg sem tudjuk nézni. Van ilyen tyúkol, amíg szerintem tök jó ilyen kis, nézd meg, ilyen kis kerítés van, középen egy ilyen kotla, és akkor ott futkoznak a tyúkok, 50 tyúkos. A tyúkház is 50 tyúkos, és van ez a pici mod, ez 900, még annyi pénzünk is 900-unk, ez meg 6 tyúk.
Nem hatjuk, hanem hat tyúk. Ez az 50 tyúkosba gondolkodnék. 6500-ban jobban megéri, mint ez a hat tyúk, nem? Mert ugye... Jó. Hát igazából olcsóbb ezt, mint ezt. És az a baj, hogy ezzel a kicsivel, ugye ez nem is demorod, hogy nem tudom, hogy hol, lehet, hogy vannak ilyen plusz részei, ahova ugye be kell önteni a cuccot, tehát hogy ide kell, de szerintem ez az 50, ez nekem nagyon tetszik, 6500, szerintem nem is extrém drága, de azért ugye kell belőle bőven menni, úgyhogy ezek jók, ez a tyúkol. Ja. Jó, gyerekek, akkor mi van még itt? Nézem, hogy nincs véletlen még. Van itt a tyúkkal 10 000-ért. Ez 17 darab tyúkkal rendelkezik. Meg ezek is ugye 17, csak más textúrával. Small, disznóval. Ja, először szerintem tyúkba gondolkozunk, 6500-ba kerül. Csak először ugye meg is kellene vennünk a földet, gyerekek, úgyhogy ez a probléma. Ezzel a földdel egyébként kellene valamit csinálnom. Mondtátok, hogy például ültessek bele fűvet. Csak az a baj, nincs vetők, ugye? Úgyhogy valószínűleg, hogy bekrumplizom, addig, amíg ugye pörög az idő, addig bőven meg tudom csinálni. Fökultizzuk, bekrumplizzuk, és akkor... Tudok ezen is, tudok ilyen vetésforgóba dolgozni. Először ugye shelter-eket lehetett, gondoltam rá, hogy csinálok, viszont az a nagy problém, hogy gyakorlatilag nem nagyon vannak földjeink, és hogyha azt megveszem, azt is, hogyha tyúkokra fogom elhasználni, akkor is... Bazeg! Sorskártya napban, úristen, gyerekek! Most jut eszembe. A sorskártya nagyon befolyásolja majd, hogy mi lesz. Úgy, gyerekek, addig lehet, hogy nem is kellene itt felkultiznom, mert lehet, hogy földet nyerünk, lehet, hogy pénzt nyerünk, lehet, hogy meg tudjuk venni ezt a földet, lehet, hogy tyúkolunk lesz, lehet, hogy mindenünk lesz, gyerekek. Ezt meg kell nagyon gondolni. Lehet, hogy pörgetni kellene az időt. Oda kellene készülni a krumpli szerőgépen, mert ugye... Krumpli kombájnommal, mindent oda kellene készíteni, aztán akkor kapásból ugye el tudnánk kezdeni. Mindenképp ugye krumplit kellene aratni ma. Egyébként ez olyan ortolós, mint az állat, nem ott fordul, ahol kellene, de jó van, elnézzük neki. Van ugye új portkocsink, mindenképpen ide készülünk. Ez nem tudom, hogy van ültetve, de igazából teljesen mindegy, hogy takarított be szerintem. Nyomjuk hosszába, a srác is ugye hosszába. Dolgozott rajt. Egyébként igen, ezeket a földeket is mellette tök jó lenne megvenni, meg azt a földet is. Meglátjuk, de én nagyon, nagyon bíznék benne, hogy olyan ritkán tenyésztettem állatot, szinte majd, hogy nem soha. És valahogy az rá, bír rám, hogy ugye a tojásokat elvérnénk eladni, adnánk nekik üzemanyagot. Tudom, hogy nincs olyan földünk, amin ugye búzát termelek, tudok venni hozzá, ugye lehet venni nekik takarmányt egyelőre, de mindenképpen kellene egyébként egy olyan, ha csak, igen, csak kombájn is kell, meg minden kell, úgyhogy az nem valószínű, hogy most meg lesz. Először nézzük meg a sorskártyát, mindenképpen várjatok, oda készülök egyelőre. Oda készülök egyelőre. Oké, srácok, szuper. Ezzel mondjuk... Melyikkel hordjuk a szemet? Ezzel szoktunk a földön dolgozni, akkor, vagy nem a szemet, a krumplit, hogyha eladásra kell vinni. Akkor vigyünk inkább ezzel, mert ez 3600, ugye? Ő neki a... Olyan 3636-tal tud menni. Az MTZ-vel fogjuk akkor hordani a szemet, vagy a krumplit. És akkor a másikkal... Azon meg esetleg kultizunk, de nagyon, nagyon bízom benne a sorskártyába. 15. perc környékén szoktuk, ugye? Ezt be is fogom tartani, nem fogok itt csalafintáskodni. Ide húzzuk a föld mellé, ide készülünk, gyerekek, és a sorskártya el fogja dönteni, hogy mit fogunk csinálni egyébként. Kicsit lehet, hogy még gyorsabban pörgetek, na hát miért ne? Hadd szóljon. Érjen be a krumpli. Elvileg ugye már gyomosodni nem fog, le van permetezve, minden megvan. A szomszéd földjén itt egy kicsit elduvajkodunk. Igen, elvileg minden jó. Azt nem tudom egyébként, hogy a növekedés művelt 3-as növekszik. Jó. 100 test igénye. Ki van kapcsolva egyébként, azt hiszem. Várjál.
ki van kapcsolva a szántás, nem fel, nem termény meg sem is, kötelező időszakos szántás nincs. Fel kellene szántani időközönként a táblákat a hozamos öntartás, ez ki van kapcsolva. Még szükséges ezt a kettőt ki, ja, még szükséges, tehát is ki akartam kapcsolni, mert nem. Ne ezek legyenek izolálva. Legyenek kikapcsolva. Jó, mentek is egyet. Jó, a gyerekek esteledik közben. Krumpli növekszik szépen, a krumpli, azt hiszem, hogy növényfejlődés az gyorsan van állítva, tökéletes. Lehet, hogy meg is húzzuk a sorskártyát, úgyis egy részig fog tartani általában a hatása. Nagyon kíváncsi vagyok, és akkor onnan tudom gondolkozni, hogy igazából mit kellene csinálnunk. Jó, oké, meg kellene azt lépnünk. Nem tudom ebből mennyi krumpli jön. Hát igazából szerintem legalább háromszor akkora az a föld, mint az előző. Tehát én egy ilyen 15 ezerbe egyébként bízok pénzbe, hogy ebből legyen 15 ezernyi. Ha nem lesz semmi olyan extra sorskártya, akkor meg a mellette lévő földet is elkezdjük művelni krumplival. Hát tudom, hogy lehetne talán jobb dolgot is, de ugye nincsen rá kapacitásuk. És a tyúkokban azért bízok egyébként, mert ugye az pénztermel, az egy folyamatos pénztermelés lenne. Néha át kellene oda menni, összeszedni a tojást, megetetni őket, ilyesmi, de amúgy szerintem tök jól működne. Na, egyébként nagyon sokan helyeseltetek, hogy jó lenne. Figyeljetek, akkor annyit csinálok, hogy addig nem pörgetjük az időt, és akkor megcsináljuk a sorskártyát, mert rohadtul kíváncsi vagyok rá. Na, gyerekek, összekeverjük egyébként. Múltkor felrótta nekem Ferike haverom, hogy nem kevertem össze az egyik pörgetés előtt, de egyébként minden pörgetés után így egyből, amikor ugye kiírja, akkor nyomsz egy, bezárod, akkor összekeveredik minden, mindig automatikusan. Na, csapjunk bele a lecsóba! Nem mondod, öcsém! Nem mondod, öcsém! 25 ezer értékbe! Hú, testvéreim az úr! Azt a rohadt életbe! Jézus úristen! 25, egyébként a KP-nak jobban örültem volna, apám! De az most nagyon-nagyon-nagyon gondold meg, apám, hogy mit veszel. 25 ezerért, öcsém, mit veszünk? Gyerekek, pénz kellett volna. Mennyit bukunk, hogyha veszünk valamit és eladjuk, és akkor tudunk földet venni? Az mennyit bukunk? Bazzer, mert ugye is adhatnám, igazából 25 ezer forint euró értékben választhatok. Mondjuk ez nem egy rossz dolog, gyerekek. Bazzer, 25 ezer. Úristen, álljál meg, most jó, most egy kicsit pierünk, lehet, hogy a gondolkozást... Jó, van, oké, gyerekek. Oh, egyébként azt hittem, hogy mert ugye az Axián nyeremény játékban lehet olyat is nyerni, hogy kapok egy gépet egy napra, egy bérelhetek egyet. Bazeg, na, mit kellene, gyerekek? Mi az, amin gondolkoztunk? Fú, te erőtón is gondolkoztam, de igazából az még felesleges. Gyerekek, úristen. Fú, most ez nagyon bevágott, megmondom őszintén. Mennyibe kerülnek a kombájnok, a Model kombájnok? Mennyi a legolcsóbb? 15 ezer. Hogy voltak? 16 ezer, ugye? Egyébként ezt a klaszt megvehetnénk, nem? 15 ezer, mennyibe kerül a vágóasztalra? Hát ez nagyon csúfos egyébként, meg nagyon kicsi. Már számoljunk, gyerekek, 15 ezer, ugye? Vágóasztal, mennyi erre az a legolcsóbb aratószerkezet? Számoljuk össze, hogy egy gyakorlati... Jaj, de viszont tök jó lenne egyébként egy nagy pénzt akasztani, mindegy. 2500, 17500, ugye? Oké, 17500, ez a vágóasztala, van minden izé, jó. Oké, egyébként gondolkozok azon, hogy búzát fogunk vetni, mert a bab az annyira nem biztos, hogy mégiscsak megéri, gondolkozok az a búzán. 17500, mi kellene hozzá, egy vető, egy igazából egy tök kicsi vető is elég lenne, a búzát meg a tyúkokhoz fel tudjuk használni, gyerekek! Vetőgép, legkisebb vető, és akkor igazából más minden meg lenne. Legkisebb vető, 6000, ez John Deere. Ez egyébként ez egy halál. De egyébként ez, megmondom őszintén, hogy 100 liter fér bele, hát jó van. Minél olcsóbban, de várjál, akkor igazából tudnak mást is választani, az lenne jó, várjál már.
Gondolkodjál, Keeper. De viszont ez trágyázott is, ugye? Melyik volt ez, amelyik trágyázott is? Ez csak annyi. Ez mi? De érdekes. Ez majdnem ugyanaz a kettő vető, de? Sőt, ez tök ugyanaz a kettő vető. Hát ez volt a vetőnk, ugye? 2500 nem lenne kicsit túl olcsó. Szerintem ezt a 2500-as vetőt, ezt vegyük úgy, hogy nem létezik, jó? Ezt lehet, ez nem működjön, látjátok, ugyanaz a vető gyakorlatilag. Csak valahogy át van írva 2500. 7000-be kerüljön, akkor az már 17000, akkor 24000, és akkor meg is vagyunk, gyerekek. Akkor meg is vagyunk. Akkor megvan a vető, ami tud trágyázni, megvan a izé, megvan a combine, jó gyerekek, ezt megvesszük. Nem a legcsinosabb az a combine, megmondom őszintén, de viszont nagyon olcsó. Jó, betakarító gépek, ez csodálatos. Nincs valami még valami rom, nincs valami rom. Olcsó, nézzük gyorsan végig. Hát itt van ez, lehet, ezt nem akarok földről felsöpörni semmit. Jó gyerekek, akkor ő lesz. Ő lesz. Hát igen, nem valami szépen megcsinált mod, de ez jó lesz nekünk, oké. Okay. Kellene nekünk akkor az arató szerkezet. Arató szerkezet? Úgy. Na ne pörgess el annyira kipör, mert nem lesz az olyan, úgy gyerekek. Ja, nem a legszebb mod egyébként. Nincs elég pénzünk. De várj, a kombajt meg tudtuk venni. Ja, azt se tudtuk, én de hülye vagyok, halljátok. Hát be kell adolnom nekem magam a 25 ezret. Gyere, izgulok, vagy nem is tudom, hogy... Ezt így nagyon durván meglepődtem most. 25 ezer be van adolva, hát igazából akkor ezt el is kell költenünk. Természetesen. Baza, annyira be vagyok sózva, hogy ezt elmészitek. Nem, így meg se vettem, de ilyen tényleg így kattogatok, mint az őrült, aztán ilyen. Annyira ilyen... Ez jó vétel volt. Ez jó vétel volt. De ugye mindig benne a pakliba például, hogy bukunk, vagy akármi, úgyhogy ne örüljünk soha. Oké, okay, és akkor mit akartunk még? Igen, a vetőgép. Nem tudom, remélem a vetőgépet el tudom húzni, az nagyon jó lenne. És akkor vegyük úgy, hogy az nem létezik, jó? Az ez. Az 2005, az egy röhely, annyira nem kapod meg, érted? Az egy hülyeség. Oké, okay. És akkor gyakorlatilag mennyi pénzünk maradt? 1200-zal kevesebbet költöttünk, szóval azt már hadd ne vonjam le, mert igazából semmi értelme. Jó, pörgetjük az idő, gyerekek, meg akkor csináljuk, hogy 24600-ba került. Igen, 24600-ba került, hiszen ki is írta. Jó, pörgetjük az időt egy 60-on, és akkor nem sokára aratni is tudunk. Ú, gyerekek, na nézzük meg, mi a szar ez. Éha. Hát igen. Nem a legszebb. Meg... Há, gyerekek! Mi aztán igazi putriból izélünk. Építkezünk, basszus. Nem nagyon vagyunk elkapadva. Itt meg itt vannak a izék, amit elvesztettek a srácok előző részben is. Jó, oké. Okay. Olyan hangja van, hogy az rémálom. Ezt lehet, hogy nem kell elhúzni, de mondjuk lehet, hogy el kell. Csak lehet, hogy nem fog beférni alá. Na, ugye ez tud húzni. Csak ez lehet, hogy egy kicsit így necces lesz. Nem? Jó, oké, pont el tudjuk húzni. Ez nagyon nagyszerű, mert akkor nem kell... Várjátok, azt meg kellene tölteni kapásból, mert ugye van itt műtrágya, amiket ugye a srácok elhagytak az előző részben, legalább akkor ez meg lesz töltve. Úgy. Úgy, a műtrágya az bele is fért. Igen, 200 műtrágya fér bele. Azért tényleg nem olyan túl sok ez. Jó, srácok, ugye magunk az van. Magunk az van, oké, okay, és akkor mindenképpen akkor azt fogjuk csinálni, hogy el fogjuk vetni ezt a földet. Igen, pörgetem az időt. Természetesen. Menjünk haza. Menjünk egy ilyen cabrio, ez egy tipikus... így ülni a kombájnhoz, azért képzeljétek el, amikor így ültek és nem volt tényleg kabin, azért mekkora port tud csinálni egy kombájn. Nem lehetett egy nagyon barátságos, amikor ide csapta föl folyamatosan neked a port, azt mentél előre, főleg ha úgy fújt a szél. Hát úgy nézett ki szerintem a munkás, mint egy hóember. Egyébként még a régebben nézegettem a fatarom képeit, és szokott mesélni is nagyon sokat. Ő amikor kezdte ugye a mezőgazdaságot, mondtam ugye, hogy 15 évesen került ki traktorosként ugye földre, egy Hoffer traktor, Hofferrel? Körmös, igen, egy körmössel, körmös Hofferrel, és szoktam mesélni, hogy úgy volt,
hogy akkor még ugye nem volt kombájn, hanem gyakorlatilag a Hoffer traktor által lapos szíjjal meghajtott cséplőgép volt. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a kombájnoknak ugye a cséplő szerkezete, amit gyakorlatilag magával hordoz. Viszont ez úgy volt, hogy mint egy lovaskocsi, oda kellett húzni mondjuk a házhoz, ahol ugye végezték a cséplést, és ugye nem maga a kombájn ment a földre, és akkor úgy aratott, hanem a levágott mondjuk búzának a szárát, amin ugye rajt van még a kalász, azt adagolták folyamatosan be a cséplőgépbe. És ugye egy Hoffer traktor hajtotta meg egy ilyen nagyon hosszú lapos szíjjal ezt az egészet. Szóval ugye a kombájn az gyakorlatilag nem más, mint egy önjáró cséplőgép, ami le is vágja ugye a cuccokat. De viszont ugye akkor megint az van, hogy ezt a földet, ezt fel kell szabadítanom. Mert sajnos, sajnos, gyerekek, mindjárt eső lesz, azt írja. Sajnos, de szükségünk van a területre. Egyébként az a kombány, az nem csak az a baj vele, hogy csúnya, hanem olyan gyenge gyerekek, hogy azt megőrültek, halljátok? Most például elakadtunk. Szerintem az útba. Ennyivel megy hátra? Ja, hogy? Ja, oké, hát akkor nem lepődöm meg. Jó, gyerekek, a időt ezt kikapcsolom. Retyegnek a békák. Nagyon, ilyen nyáresti hangulatunk van. Ezt is azt kellene csinálni ezzel is. Szerintem akkor már mindegy, hogy mennyire pörgetünk, akkor már pörgessünk 120-a, sőt, ugye kipörnek, be van a 2000. És akkor át tudjuk a... az éjszakát nagyon gyorsan csapatni, de arra nagyon nem... Ja, és meg is eredt az eső. Szakad az eső, gyerekek. 2000-szeres pörgetés, kérdeztétek, hogy lehet? Hát az ilyen mód, ugye, az beütött, hogy 2000-szeres pörgetés, és akkor már meg is oldódott a dolog. Jó, krimpli még úgyse érett be. Akkor valahol, nem tudom, hogy hova húzogassam félre a dolgokat, de valószínű, hogy akkor így a szomszéd földje, ez így ki lesz nevezve ilyennek, meg ez az út túloldala. Mondjuk így. Ja, hát az esőt mindenképp át akarom pörgetni, meg ugye a krumpli érjen be. És akkor, ó, be is jött a krumpli, akkor reggel mindenképp megállítjuk az időt. 1 óra, 2 óra, 3. És akkor neki is állunk aratni. Ezelőtt az a krumpli kombájn az nem nagyon akart aratni, úgyhogy lehet, hogy ez nem is fog. Azt lehet, hogy idővel kell megoldani a keepernek. Lehet, hogy a gépi munkás az nem fogja. Egy autó kombájn mód lehet, hogy kelleni fog. Nem nagyon emlékszem, hogy a... De ez szerintem a gépi munkás szokott aratni. Na mindegy. Jó, csinálja, jó van, oké. Ezelőtt nem csinálta a kis földön, érdekes volt. Jó van, gyerekek, szuper! Megy a meló, tyúj, nagyon jó. Oké, meg egy kis pénzt akkor össze kellene szedni. Ugye a krumplik az eladásra megy, és akkor valószínűleg, hogy be fogjuk tárolni. Csak hol fogjuk betárolni? Ugye nem fogunk, nem tudunk tárolni. Nagyon szuper. Búzát azt be kellene tárolni a tyúkoknak. És össze kellene szedni annyi pénzt, hogy... Ezeket lehet, hogy elég lenne ide pakolni. Össze kellene szedni annyi pénzt, hogy meg tudjuk venni azt a földet, és akkor el tudom még kezdeni szépen tyúkokat termeszteni, vagy tenyészteni, mindig termeszteni pontot. Mert annyira nem csináltam egyébként állattenyésztést a farmingba, hogy mindig ez... Ezt akarom mondani arra is, hogy termeszteni, szóval nem. Nem kell termeszteni a tyúkot. Oké, srácok. Vetőmagot lehet, hogy kell venni majd. De mondtátok, hogy a krumplit azt be tudom tölteni a vetőgépbe, ha úgy van. Úgyhogy azzal nem lesz gond. Sajnos azokat nem tudom tudni leszedni. Az valahogy lelököm onnan, és akkor elkezdünk kultisztatni. Akadályozza egy objektum. Az MTZ nem jó helyen van, gyerekek. Lehet, hogy itt hagyom ezt a pótot, és akkor le tudom rakni a cuccokat a földre. Jó, erre raktam azt a pótot is, mi? Megnézzük, milyen gyorsan telik egy sor alatt. Annyi, hogy rátabolok. 32%, szuper.
srácok. Jó, ez nem lesz rossz pénz, én már érzem egyébként. Ezt akkor levesszük, és akkor le tudjuk. Hú, gyerekek, annyi minden van a fejemben, most már megint azon vagyok. Ezt annyira utálom, hogy már megint azon vagyok, hogy nem egyszerűen nem tudom elmondani. Mert folyamatosan kattog az anyám, ugye? Na, elmondom, le kéne aratni a krumplit. Vagyis ki kellene szedni a krumplit. Utána el kellene adni a krumplit. Akkor utána, vagy közben ezt le kéne kultiválni ezt a területet. Akkor annyit még meg kellene csinálni, hogy gyűjteni közben a pénzt. Ugye ezt el kellene ültetni ezt a területet. Meg kéne trágyázni ezt a területet. Egyébként egy szerves trágyázót is szerezhetnék, mivel ugye van ganédepónk, azt meg tudnám vele tölteni, szóval ez se lenne egy utolsó szempont. Jó, hát sajnos már megint izé van. Ó, gyerekek, a fű is fönnőtt. Jó, ennyit erről, hogy izé, hogy lenyírtam a füvet, tök jó. Jó, srácok. Na, nézzük a kombányt, hogy minden... Tök jól csinálja, jó van. Oké, szuper. Oké, gyerekek, akkor még amit le kéne rakni, ugye az univerzális kanalat. Ezt még gyorsan ledobja a képen. És akkor neki is állhatunk kultiztatni. Hát a gépi munkás valószínű, hogy ezt a földet nagyon nem fogja megkultizni. De egy darabig muszáj lesz neki, majd mindig ránézünk. Tudom, hogy ez viszi a pénzt, viszont addig ugye tudunk más csinálni, szóval azért az nem egy utolsó szempont. El is kezdhetné. Hát azt nézem, hogy keresztbe esetleg meg tudta volna, de ugye itt vannak a cuccok, meg ott is egy fa, amit nem tudok kivágni, úgyhogy vannak problémák. Egyébként lehet, hogy ezt a területet a objektum akadályozza. Nem mondod, hogy már megint. Nem mondod, hogy már megint testvérem, komolyan. Figyelj, alul, ez, ennek aztán van fordulóköre. Na, várja, ember. Úgy is ürítünk egyet akkor, aztán odébb húzom. Ennek van egy fordulóköre ennek a kombájnak, hallod? Oké. Jó, az a pótkocsi az jól működik. Na jó van, jövünk vissza az MTZ-vel ám. Aztán húzzuk. Frankok. Most kezdem érezni azt, hogy szerintem így be fognak indulni a dolgok. Ugye pénzből lehet pénzt csinálni, szokták mondani, hát ha van egy kis tőkén, vannak gépeink, akkor oda nézzél, bazza, mennyi krumplit a rohadt élet. Jóó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 
mert itt ez a baj lesz. Ugye benne van ez a realisztikus föld modell, aminek köszönhetően úgy rúg ez a gép. Oké, gyerekek, el kell indítani megint. Hát bazza, nem fognak elég lenni. Lehet, hogy a két pótkocsit kell használni. Lehet, hogy azt kellene, hogy elviszem eladni, utána akkor jövünk vissza. És akkor addig ugye, amíg eladom, addig ez meg tudja tölteni. Egyébként ez is jó szarul rakta le, majd a végét azt meg kell csináltatnom vele. Érzem a gazdagságot, érzem a pénz, gyerekek. Komolyan mondom. Nya, várjál. Menjél, haver. Csapjad neki. Dologra, paraszt! Hát ezt a krumplit lehet, hogy el kell vinnem. Ezt idehozom a másik pótkocsit, mert ez így nem lesz. Jó, de el kell indítani a kultiválást. Úristen, gyerekek! Nagyon-nagyon durva. Beindultak a dolgok. Gyorsan. Kulti. Menjen a kultiválás. Ja, hát ez az izé, ez eléggé csúnyán néz ki. 25 ezerre választottam, jó. Megvan a gabona termelés, az minden csoda dolog. De figyeljetek, erre most én... Mondjuk ezt meg font, ez már megvan kultizva, úgyhogy lehet, hogy kicsit odaér. Hát az a baj, biztos vagyok benne, hogy nem fog visszafordulni ott a végén, a föld végén, szóval annyira értelemben van ezt megcsináltatnom vele, hogy sem ennyi. Jó, mert dologra paraszt, majd valami lesz. El kell vinnem a krumplit eladni, bazza. Komolyan mondom. Meg kell nézni, mennyit kérnek érte. Jaj, annyira kell pörögni, úristenem, be most. Jaj, biztos, csak nem, hogy a krumpli arra legyen. 255, hát ez fölfele megy most, de hát aztán mennyire. Jó, 255, mindegy. Vagy lehet, hogy ide kéne húznom a másik kocsit, és akkor két kocsival majd elvisszük. Jó, azt fogom csinálni, gyerekek. Oda néz, hogy szalad ez a kombájt, Jézus úristen. Ide kellene húznom a másik pótkocsit is. Pont jó, mivel...
mondjuk úgy, hogy ilyen flatre van csinálva most. Rátolatunk, kirehúzzuk, és akkor kettő kocsival fogunk menni. Ezt a ideért viszont ezt a homlokra gondolt, hogy nem hagynának, hogy ne csufoskodjon itt a közénkbe. Hát sajnos itt kell tárolnunk a cuccainkat. Sajnos le se tudom vágni, ugye itt akkora csekmed van, mint az állat. De hát ez van. Gondolkozok, hogy megveszünk még egy földet. Most nagyon-nagyon... az benne van a fejemben, és utána vesszük meg a másikat, a 28 ezereset. Mellettünk lévő földet szerintem ma meg tudnánk venni. És ugye minél többet termelek, annál több pénz jönne be. Úgyhogy ez lehet, hogy jó lenne. Na gyerekek, mennyire átvesszük az irányítást a kombánytól. Az a lényeg, hogy ne nagyon legyen. Ide az útra ki fogok állni a másikkal is. Ne legyen. Bazd, megfordult! Visszatol a töcsét, megcsinálja! Azt nem mond, visszatolhatsz végéig, megvadulok ember. Az megcsinálja, hallod? FS19 elér jó egyébként, többek között. Ugye FS15-ben a gépi munkás egy őrült volt, megcsinálja. Tudja, hogy van ott egy object, figyeld, hallod? Visszatolhat, az megcsinálja, durva! Jaj, de jó, gyerekek, jaj, de jó. Na mi van az idő? A kombaj meg telet, az is ott toladgat. A gépi munkás egyébként FS19-ben lett olyan, amilyen egész jó, ugye? Például, ahol vannak kövek, vagy mindenféle teleptárgyak, azt is ugye meg tudja oldani. Ez viszont baró jó dolog. De ezt rá kéne akasztani a köv előzőre. Szóval, hogy viszünk, baze. Jó, nagyon sokat ám. Ez nem is tudom, 10-valány ezeres, 12, meg 5000. Gyerekek, gazdagság van. Figyeljétek meg, hogy a krumpli az nem lesz rossz. Hát ez meg szépen megcsinál. Oda né. Allor! Figyeld! Figyel mindent, tud mindent. Igaz, hogy elhasználja a világ üzemanyagát. Ezt a kombányt meg lehet, hogy le kéne járatnom ide, mert nem hiszem el, hogy már nem tellik meg. Ez az gyereke. Dupla pót, mindjárt ránézünk a kombányra. Hát 72 tesó, álljál meg! Kéne ürítenünk egyet, mert ez nem lesz neked jó. Szerintem. Egyébként szerintem még majdnem fele fönn van, mert igaz, hogy itt már rövidül, de itt még jóval szélesebb. Úgyhogy baró jó vagyunk, gyerekek! Baró jó vagyunk! A krumpli frankó lesz, srácok. Ez bele se fog férni ebbe. Oda nézzé, tesó! A krumpli nagyhatalom lesz a keeper! Ne vicceljé! Jöhet ebbe is. Aztán megyünk ki is, mert meg is tellik mind a kettődik. Oké. Okay. Visszarakom a... Azt hiszem megfogtuk az Isten lábát ezzel a kártyával, de én úgy érzem, hogy ez nem csak annak köszönhető, hanem a jó taktikai érzékének, a keepernek. Jókor vettük az erdőt, letermeltük, eladtuk a pénzt, másik területet vettünk. Ez a krumpli szerintem jó lesz, figyeljétek meg, ez jó lesz. Okay. Mennyi barátom, nyomjad neki. Dologra paraszt! Dupla izével, potkocsival. Majd de imádom, nagyon jó. Na, egyébként krumplit azt csak ott vesznek, ugye? Igen. 250-et ér. Jó, ez. Pályaudvari malom, tökéletes. Ez nem kicsi a szerelvény. Most az a baj, ugye az első az, amiről beszéltünk, hogy magasítóval, sajnos. Figyelj, itt van, nagyon jól dolgoznak. Nagyon jó, a gépi munkás rohadt jó, Farming Simulator 19-ben. Tök jó kikerülni a területeket, vagyis az objektumokat, tök jó. Néha ott hagyja a területen a cuccot, de az amennyi krumplerék. Az egyiken van 14 ezer. Ami ugye hoz valami mennyit? Olyan 7500-at, a másikon van 5000. Valami nem túl sokat. Hát olyan 10000-et, ez a forduló egy olyan 9-10000-et szerintem fog hozni. Azért meg kell hagyni, hogy ez nem egy olyan rossz az. És még ráadásul van még egy fordulóval, csak ugye nagyon leverjük az árakat, akkor lesz baj. Ó, gyerekek, két potkocsival visszük a krumplit, baj nem lehet! Egyébként azért gondoltam amúgy egy kamaszt, ugye abba belefér, kétszer annyi, mint mondjuk egy 30 000 literbe,
kétszer annyi, mint amit mi most viszünk, vagy ha nem is kétszer, de majdnem kétszer ennyi, hogy egy mégis ráadásul az gyorsabb, szóval az se lenne egy utolsó szempont, megvenni egy kamaszt, nem is tudom mennyibe kerül, ilyen 30 ezer körül, 25 ezer körül, vagy pedig egy nyergesi fát, mivel azért szállítmányozni tök jó lenne így. Mert én például az MTZ-t neki tudtam volna állítani egy kultiválásnak, akár. Szóval ilyenek lehettek volna. Ilyenek. Ugye megnézzük, mennyibe fáj. Közben biztos, hogy megtelik a kombány, lehet, hogy azt kellett volna inkább eljönni. És akkor ugye... Burgonya ürítés itt. Hát ezzel nem sokat fogunk, ez szerintem mennyit egy ilyen... Mennyit? 2500-at talán? 1200-at, hát lehet kicsit túl gondoltam. Na. A hátsó az nem hajlandó üríteni, pedig arra van vágva. Ilyenkor miért nem? Hm? Ez miért nem akar a hátsó üríteni? Arra van vágva, gyerekek. Nem vágom. Érdekes. Jó. Akkor lecsatlakozok, azt rá fogok. De hát ez roppant érdekes. Valószínűleg rá fogok, akkor jó lesz neki, de ez itt szomorú! De mindegy, most annyi bajunk legyen. Mindig. Közben már megtelik sajnos a segítő, vagy a segítő, igen, a kombájnom. Na, hát remélem, hogy kiürített. Mi a franc van veled? Ember. Most ez szivat? Mi a baj? Ó, izét kellett volna, baza. Melyik oldali ürítés? Ugye az nem volt neki a mindegy. Úgyhogy nem is kellett volna lecsatlakoznom, de mindegy, nem is baj, hogy ez van erről. De most ugye ez lesz, ugye ez a nehezebb is. Ez mennyit? 2500... Hű, ezt elnéztem, gyerek! 7000-re gondoltam! Jó, akkor ez mennyi volt, hogy 3... Van már 4000-ünk, úgyhogy annyi, jó, annyira nem vagyunk szar helyzetben, de hát... Nem is annyira jobb, mint amennyire gondoltam, hogy most itt megfogjuk az Isten lábát. Úgyhogy ez... Annyira nem lett ez jó. Hát ezt most próbáljuk meg rátolni. Kipor megpróbálja, így értek el, figyelj! Sikerült is. Hú, gyerekek, 4000. Jó, hogy 8000 fog lejönni a földre akkor. 8000 lejön a földre, a mellettünk lejön a föld, nem tudom, hogy mekkora. Mennyibe kerül, de azt jó lenne megvennünk. Megint el kéne adni dolgokat. De nem. Figyeljétek, hogyha már megvan az a kombány, meg minden, akkor nem adjuk el semmiképp. Jó, hát ennyi még lejön, úgyhogy egy 8000-re számolhatunk, hogy annyi pénzünk lesz. Gyakorlatilag. Talán bízunk benne, hogy a 8000 lesz. Egyébként rohadt messze van ez az eladó hely. Azt is lehetne csinálni, hogy a mindig az olyan eladó hely környékén termelsz olyat, ami ott vesznek ugye, természetesen, mert akkor lehet, hogy sokkal értelmesebb lenne az egész. Nem kellene annyit fuvarozni. Ugye az időpénz most, amíg én átélek egyik helyről a másik, 3 percig tudnék mást is csinálni. Például... Búzával le kellene elvettük azt a csodálatos földünket. Meg ugye már mehetne megint a krumpli. Jó, mi a szó? Mehetne megint a krumpli a másikra. De egyébként annyira nem nagy üzlet ez a krumpli, most kezdek rájönni. De hát most már, hogyha megvan hozzá mindenünk, egy hatékony gépsorunk, akkor annyira nem rossz. Meg hát ekkora földeken mit várunk, hogy egy darab hozammal, gyakorlatilag egy hozammal majdnem letermelünk egy földállát, még a krumplival így is. Igazából ne várjuk csodát. Most látszok, mi van? Mi van itt? Még mindig arat? Nem, megtellett, jó, akkor is megyünk. Ezt üríthet.
Ja, hát ez még bőven megtelik ez a két potkocsi gyerekek, úgyhogy nem lesz annyira szar. Meg hát azért ez nem egy nagy föld. Nem mondod, hogy nem álltam eléggé bele. Jó. Ja, hát ez nem egy hatalmas föld, meg ugye a maradékot leszedjük. Közben viszont el kellene kezdeni kultiválni, csak az a baj, a végében ott hagyta a csávó. Úgyhogy ez egy kicsit problémás. Jó, segítünk inkább ennek, mert úgy meg, ez meg úgy látom, fönnakadt a kerítésem, vagy belekevered valamibe. A Krisztárnak, Zetornak. Jó. Oké, az itt is maradhat, mert itt nem fog zavarni semmi helye, semmit. Ja, itt mi történt, barátom? Mi van? Végeztél a munkával? Úgy gondoltad? Mi gyerekek? Várjál, lehet, hogy az a baja, hogy ez így van. Aha. Ez a rohadt kosza. Ez ki rakta ide ezt a kosszát? Ezt nem én raktam idetekbe. Ja, egyébként ennyi baja volt. Jó van, oké. Semmi gond, gyerekek. Kellene az MTZ. Ugye? Jó, ezt ide hozom. Ennyi baja volt. Ó, te fiú. Ezt mondjuk meg kell állítani. Ebben mennyi üzemanyag van? Ebben van? Jó. Robbanó motor van a kaszába írtátok. Hát ez ilyen. Itt tudták megoldani. Ne, vigyázzál panaszt. He. Asszony! Mari, mit csinálsz? Rámész! Távolra! Te. Ne szórakozzál. Jó, itt meg ugye egyre bonyolódnak a dolgok. Mivel? Ugye ott fogja hagyni. Semmi gond, gyerekek. Na, nagy alok. Hogy? Hogy a krumpli, hogy a krumpli vetőt kellene hozni az MTZ-be, ezen a földön meg akkor dolgozni ezzel. Csak az a baj, hogy az, azon még lehet, hogy van annyi, hogy nem fog beleférni a pótkocsiba, figyeljetek! És nincs több helyünk, amint tárolhatnánk. Úgyhogy a kis pótkocsit itt hagyom, ezt a nagyot meg muszáj elvinnem. De szerintem ez nem fog már beleférni. A kicsibe. Ez meg ugye százon van már. Úgyhogy ezt el kell vinni, gyerekek. Jó? Ez muszáj lesz. Jajjaj, erre a földre nagyon nem menjünk rá, mert ez veszélyes. Ugye mindig figyelni kell, hogy szántott kultivál terület. Nagyon süpperős. Oké, gyerekek. Jó, ezt elviszem még ugye ebből lejön mennyi 2000. Meg kell nézni ezt a mellettünk lévő területet. Hogy mennyi az annyi. Egyébként írtátok többen, hogy csináljak olyanokat. Hogy például megveszem a mellettem lévő területet, vagy akármelyik területet, learatom és akkor eladom. Azzal nem akarok trükközni, de ha véletlenül pont úgy tudnám megvenni azt, hogy be van érve valami rajt, mint látható volt, akkor az természetesen nem cheat, nem csalás, nem annak minősülő dolog, hanem úgyis mindenképp megveszed, akkor le tudod aratni kapásba, és az jó lenne, mert pont be van érve. Úgyhogy nem tudom, mennyit befáj az a terület, de nagyon örülnék neki. És ugye itt kellene terjeszkedni, nem kéne messzebb földet venni, hanem tényleg itt a környéken. Azért gondoltam, hogy azon a füves részen, amelyik ott ugye volt szembe velünk, azon meg tudnánk az állatokat tenyészteni. Mert igazából nem akarnék felhasználni egy normál földet, amelyiket ugye normálisan lehet megmunkálni, hanem akkor azt csinálnánk, hogy azt a bekerítetten csinálnánk az állatokat. Valahol mindenképp kell csinálni, a TS telep megnyerésére nagyon-nagyon kicsi esélyünk van. Ez meg úgy szerintem nem lenne rossz. Az állatot, tenyésztés ott kialakítani. Ez egy tökéletes, én úgy gondolom. Ó, ezt aladjuk. Hát valahol esélyes egyébként, ha nyomjuk le az árakat. Nem, ilyenkor még nem ugye. Lehet, hogy pörgetnénk az időbe, tudom, hogy lehet, hogy többet kapnék érte, lehet, hogy fölkuszna, meg kellene várni. Lehet, hogy ezt megcsináljuk, csak a mellettünk lövő földet meg kéne venni úgy, hogy most be van érve, ne az legyen, hogy mindjárt tarló lesz. Abban meg többet nyernék, értitek? Úgyhogy itt most el kell dönteni, hogy miképp, hogyan legyen. Ó, de jó. Egyébként olyan jó billet, tök bírom. Igaz, hogy jó, oké, hogy a krumpinak más nélkül le. A marha jó. Tök jó. A gyerekek, odané pörög állva pénz. Na 6200, 6400 gyerekek. A mellettünk lévő föld, mindjárt megnézzük, hogy mennyibe fáj. És hogy mennyit kellene összekoppintanunk, meg kéne vennünk azt a földet, gyerekek, azt is be tudnánk ültetni. Vagy be tudnám vetni éppen. De nem olyan rossz ez a krumpli. Belegondoltak, nem olyan rossz ez a krumpli. Ugye? Nem olyan rossz. Figyeljetek, ha kétszer ekkora területet csinál a dupla ennyi pénz. És igazából nem olyan nagy munka ez.
Ez nekem bejövős. Ilyen kis területeken jó, szerintem ilyen baromi nagy területen lenne rossz krumplit csinálni, mivel ugye nagyon nagy hozama van és megállás nélkül hordhatnád, meg hát nem is tudod olyan széles gépekkel megmunkálni, mármint aratni például a krumplit, mint egy búzát, és sokkal tovább tart learatni emiatt. Mert nagyon hatalmas a hozama, nagyon sokat kell furikázni vele. Ugye például, hogyha most az izével lett volna elverve babbal, akkor még nem tellene meg egy pótkocsi se. Úgyhogy ez ilyen. Jó van, gyerekek. Szuper. Úgyis mindenképp a tyúkoknak kellett volna ez élelem, takarmány, úgyhogy ezzel meg is lennénk. Először ugye mindenképp én úgy gondoltam, tyúkokat kellene, mert egy tyúkoknak ugye kicsi az igényük. Azért egy szarvas marha tartás, ez egy kicsit összetettebb, annak sokkal több dolog kellene. A tyúkokkal így megalapoznánk az állattenyésztő karrierünket, és fektetnénk bele anyagi dolgokat rendesen. Na, jelje, nézzük meg, mi történik. Hol van a kombájnunk? Ott még szenved. Hát az valószínűleg kézzel kell. Ja, nem is szenved, hanem már végzett is, ő úgy gondolja. Ezt kézzel kellene megcsinálni. Úgy látom, a kristál is egyébként végzett. Vagy pedig ott megállt. Na mindegy, ezt mindenképp meg kéne csinálni. Maradékot. Nem csak ez itt neked jegyen ez a zemtézi. Oké, meg kéne nézni, most kíváncsi vagyok arra a földre, bazd már. Pörgünk el, mint rá, egyes föld. Bazd, 22 000-be kerül. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen drága. Mert a mellettünk levő 14 ezer. Jaj, gyerekek. Figyelj, viszont, hogyha ez az egyes föld 22 ezer, akkor ez baromi olcsó, 28 ezer érbi. Nagyon durva. És ezen vannak fák is, azt nem is néztem. Mondjuk a fáktól óvjon meg az ég. 32 ezer. Egyébként vannak kicsi földek, csak nagyon messze vannak. Figyelj, van itt 10 000 ér már. Ezt nem gondoltam, hogy ez 22 000. Hanem azért el kell még kubikolni egy darabig, mi? 22 000, de viszont ha belegondolsz, akkor ez meg 28 000, nagyon olcsó. Ugye? Így, gyerekek. Akkor még kubikolni kell rendesen, na mindegy, arassuk le a krumplit. Muszáj dolgozni, gyerekek! Krumpli aratásra. Az a baj, hogy ez ilyen értelmesen itt hagyta. Ezt lehet, hogy végigmegyek egy párszor, aztán jó lesz az nekünk. Így, gyerekek, jó van. Meg visszafele, aztán meg leszünk. De szerintem meg is, nem biztos, hogy megtelik, mert eléggé nincs, szét van hagyva. Hát ugye még... Ja, lesz egy 6 000 körül, 7 000. Hát azért már nem kapunk egy hatalmasat. Hát egy olyan hét... Nem tudom, most már nem tudom, mit fessek, gyerekek. Most nem tudom, lehet, hogy nem krumplit fogok. Lehet, hogy ez be is búzát fogok. Most nagyon gondolkozok rajt. Komolyan mondom. Az ennek van fordulókere, gyerekek. Ennek van tényleg. Ez nem csoda, hogy a portkocsi neki ment a másik földön is, pedig majdnem a közepén álltunk. Gyerekek, nagyon nagy problémák vannak itt. Gonterhelt a Keeper, hát akkor már mindegy, mert akkor ezt nem fogjuk megvenni ebbe a részbe. Úgyhogy nyugodtan pörgethettünk volna az időbe. Tehát egy finoman pörgeti az időt a Keeper, hogy megnézzük, hogy a krumpli ára hogy alakul. Jó? Ez meg el van kultiválva, hát figyeljetek, lehet, hogy valami szalmán vagy valamit. Ott esetleg a bálát is el tudom adni, abból van egy kis plusz pénz. Csak én is bálázunk, ugye. Úgyhogy itt nem egyszerű dolgok vannak, gyerekek. Bérköltsége 983! Ó, te bárjám! Gyerekek! Na! Na, most ez öröltette magát. Egy 1000-es levonás, hát mindjárt csak 6 000-ünk van. Jó, 6 000-ünk van, nem, most nem panaszkodok. 25 000-et nyertünk ma gyakorlatilag. Igaz, hogy gépekbe, de 25 000-et nyertünk. Na! Jó, nem panaszkodunk, gyereket, nem panaszkodunk. Nagyobb kocsiba fogjuk beleengedni, arra apa ugye bele is fér. Beg, bőven.
Hát nem panaszkodok, de azért jobban is kisülheted volna ez az egész. Hát skacok, skacok, skacok! 6200, hát azért ami rajta a kocsin egy 1500-at, ha kapunk. Egyébként szerintem ez meg itt dolgozni akar. Nem sikerült neki, úgyhogy... Ezt a földet még én itt lenyesem, mert ez így nem jó. Hát, most nagyon agyalok rajta, hogy mit kellene. Lehet, hogy búzol ez, vagy valami ilyesmi, azt megpróbálkozunk azzal. Vagy átnézzük, hogy mégis mik mennek jó árba. Nem tudom a hozamokot pontosan, hogy melyik lenne jó. Úgyhogy van itt egy kis szívás. Minden esetre átküldjük a krisztált kultiválni a másik földre. Az mindenképp jó lesz nekünk. Szóval ezeket meg kell, muszáj gyerekek. Nagyon érdekel az állattenyésztés, ezt azért most ezt nagyon meg kéne csinálnom, azt élném. Átküldjük mindenképp kultiválni, eladjuk ezt a maradékot, és közben akkor rájövünk, hogy mit kellene vetnünk, mert azt mindenképp ugye el kell kezdenünk vetni is. Hát jaj gyerekek. Nem egyszerű az élet. $22,000-be fáj az a mellettük levő föld. De nem hittem volna, hogy annyiba. Lehet, hogy gyerekek, nézzük meg, hogy mennyi az annyi. 257. Hát nem is olyan rossz, gyerekek. Lehet, hogy várni kellene volna. Lehet, hogy nem tökéletesen oldottam meg ezt a szituációt. Lehetett volna több pénzt is kenyerni belőle. Akár mennyivel is, de több pénz az több pénz, srácok. Mi jó. Átküldöm mindjárt oda. Lassan majd aggódni kell a gépeket, az is pénzbe fog kerülni. Ez a kicsi gazdaság fellendítése azért az el lehet tükölni. Viszont örülök neki, hogy van több földünk. Az a baj, a kisebb földek messze vannak. Dologra paraszt, nyomjad neki, valami legyen veled. Csináld okosba. Oké gyerekek, ez meg ugye közben leürített. Még jó, hogy nem esznek ezek olyan sokat. De viszont itt ez a jó krumpli gombának. Most bazán megint azt is adja el. Egyébként ezért tök sok pénzt kapnék. És nekik megint eladunk egy gépet, megőrültek. És azon agyalok, hogy mennyit kapnánk vissza, érte meg tudnánk venni a mellettünk lévő földet. Okosba. És ez a krumpli kombányba becsalódtam. De megint eladok valamit. Meg fogtuk őrülni. Viszont a... Nem tudom, gondolkodjunk, ugye gondolkodjunk, nagyon gondolkodik a keeper, hogy mi legyen ebből a szituációban. Nagyon gondolkodok. Nagyon gondolkodok. Bérköltség 48, jó van, nyugodj meg. Ideállítunk ezzel, meg ideállítunk. Meg kell gondolnom, mellettém lévő föld az nagyon. 229. De nem 250 volt gyerekek. Csak én néztem valamit rosszul. Agyalok nagyon. Nagyon jó sorskártyát húztuk, de mégis egy helybe toporgó. Erősen gondolkozok a búzán, gyerekek, vagy valami más szemes. Búzán. Búzan, gyerekek, mi legyen? Mi legyen, bazza? 53-ban, lehet, hogy rátok kellene bíznom. Meg kéne nézni, mennyire vettük a krumplikombányt, és mennyire tudnánk eladni. Mert igazából, hogyha nem olyan túl sokat bukunk, akkor tök mindegy, hogy eladod-e, mert termeltünk vele pénzt, ugye? Meg eladok valamit, megőrültök gyerekek, de viszont mindenképp meg kellene nézni. Na nézzük, ez 230-on áll. Jó, akkor majd figyeljük egy kicsit, közben megnézzük. A garázs, és akkor a krumpli kombány mennyibe menne, az lesz itt a kérdés. A krumpli kombány 18, ennél sokkal többe, ugye, mivel ott adnánk el. 2008, ez 20 akármennyi. És meg tudnánk venni, a krumpli kombány meg tudnánk venni, mellettünk lévő földet.
Ne utalnátok, hogy eladnám. Sőt, bőven meg tudnám venni a mellettem lévő földet. És figyeljetek, ha krumpli gombányt eladom, akkor három földet tudunk dolgozni. Ha krumpli gombányt megtartom, akkor tudok én ültetni krumpli vagy bármit. De... Kettő, egy földön gyakorlatilag, meg ezen a picin, ugye? Három földön. Nagyon nagy. Kár, hogy nem vettük meg azt a földet akkor, amikor be volt érve. Most bánom, bánom, gyerekek. Egyébként erősen gondolkozok, hogy eladom a krumpli kombányt. Valahogy kezdek megőrülni ettől a krumplizástól. Mégse egy olyan hatalmas pénz. Mit kellene, akkor mit kellene vettünk szerintetek? Nézzük meg az árakat, gyerekek. Nézzük meg az árakat. Ugye, ami nagyon... Nézzük akkor. Búza, ugye? 6-10. Biztos valami egész jó hozama van. Az árpa még rosszabb. Fú, gyerekek. Kapotthoz közünk nincsen. Napraforgóhoz közünk nincs. Babasz, babasz. Egyébként a babasz jó szar. Egyébként nem tudom, milyen nehézségi fokozaton játszok. Lehet, hogy egy kicsit nehézen, de nem fogom semmiképp állítani. A tojás, gyerekek, eszméletlen jó. Vágott fa. Ugye van, tudnánk fát vágni is, mert itt lehet hasogatni. Egy ilyen arany középút kéne. Mondjuk a bab se rossz. Viszont a búza, szerintem erősen gondolkodok a búzán. És a búzát három helyen veszik meg, a gabonákat több helyen veszik, és lehet válogatni. Az se rossz szám, mert például, hogyha valami szar, akkor nézd meg, azért nagy különbségek is vannak. Ugye például 5-97 hiába, de van még két hely, és 6-15, és még fölfele megy. Erősen gondolkozok a búzán, gyerekek. Jó, oké, megállítjuk az időt, gyerekek. Vagyis, igen. És el fog menni a krumpli combine. Kövezetek, megérte. Egész nyugodtan, de... Egy föld befektetés nekem mindenképp nagyon megéri. A krumpli combine-nél gyakorlatilag fogunk kapni egy darab földet, a mellettünk lévő. Össze is tudjuk szántani, ki tudjuk vágni azt a fát. Tehát lesz egy baró nagy földünk. Mindenképp azért külön földnek számít, ha bukunk, de azon agyalok, hogyha véletlenül kihúzunk például egy olyan sorskártyát, amivel földet bukunk, és benne van a paklipa, akármikor kihúzhatjuk, akkor vagy elbukom, amint most ugye lakom, vagy pedig elbukom azt, amint tudok normálisan termelni. És az egyik se túl baráti lenne számomra. Úgyhogy kellene még egy föld, hogyha úgy van, akkor legyen egy feláldozható föld. A 22 000-be kerül, annyi bőven ki fog jönni a krumpli kombányból, mert ugye... Ja, annyi mindenképp ki fog jönni. Lesz három földünk. Három földre azért meg már lehet folyamatosan dolgozni. És a következő, akkor három föld után mindenképpen a tyúk, 28 000-ére a tyúk farm, most föld. És utána akkor tyúkokat fogunk tenyészteni, és az hozza folyamatosan a pénzt, meg még ráadásul lesz három földünk, meg még ráadásul vásároljuk a földeket. És ahogy vásároljuk a földeket, elképzelhető, hogy valami nagyobb földre fogunk törekedni, és gépeket is nagyobbakat akkor tudunk meg. Nézzük, mennyit fogunk kapni érte. És mennyit bukunk gyakorlatilag, kíváncsi vagyok, hogy mennyi az a pénzösszeg, amit bukunk akkor, hogyha ezt eladjuk. Na ugye meg tudjuk akkor most már nézni mindenképpen. Elvileg ugye úgy van. Oh, fiú. 22 400-ért tudjuk eladni. Mennyire lehet megvenni? Mennyi volt? Oh. Jó, betakarítógépek. De miért nem a burgonya technológiánál van? Nem értem nagyon, mondjuk. De nem is a betakarítógépeknél. Burgonya technológia. Itt kéne lennie. És ez mi? What? És én vagyok... Miért?
Burgonya technológia. Nem itt kéne lenni? Hát itt a burgonya technológiánál nem lehet. És el vagyok teljesen. What? Nem tudom, hogy hol van, bazza. Ültetőgépek. Akkor ez itt lesz. Na, milyen ültetőgépek? De most hol van? Itt kéne lennie. Ez... Itt nem lehet. És komolyan? Most mi a franc? Ezt nem tudom megnézni, hogy ez hol lehet. Jaj, bazd meg, külön kategória. Azt a rohadt életbe. 26 ezerbe kerül a gyerekek. Úgyhogy nem is 30 ezerbe. 26 ezerbe kerül, meg 4 ezer, 30 ezer volt a kettő. Akkor szerintem bőven jó lesz. Mert... Akkor gyakorlatilag ezen bukok. Gyere, megnézzük. Oké. Okay. Igen. 22 ezer, meg 3400. Gyakorlatilag akkor 26 ezer. 4 ezeret buktam rá a gyerekek. Tökéletes. 31 ezer pénzünk van. Nagyon örülök neki. És mert lehet, hogy egy kicsit hosszú is a videó, gyerekek. Annyit kellene, hogy meg kellene vennem ezt a földet. Jaj, jó, oké, okay, gyerekek, nagyon örülünk neki. Figyeljetek, az egyes földbösz már nagy, megint, csak jó. Úgyhogy ez én örülök neki. Vásárlás. És még maradt is egy kis pénzünk. Jó, három darab földünk van, feláldoztuk a burgonya technológiát, ez meg közben nyomja ezerre. Ugye a krumpli ültetőt is eladhatnám, ami nem sokba került, ezért simán eladhatnám, várjátok, ezt a kosszát eladom innen, hogy ne legyen, nem azért, mert valamis pénzt keresünk vele. Itt a krumpli ültető, ami 2200-ba kerül, nagyon jó, oké. Okay. Na, van 11 ezrünk, meg 3 földünk. Én föladtam a krumplizást, akkor inkább azt csináljuk, hogy van egy tök jó vetőgépünk, és... Van egy kombájnunk, ami nem tök jó, de viszont mindenképpen lehet használni. Ami szuper, gyerekek. Annyit kellene... Srácok, viszont ezért kell vennem. Mindenképpen kell vennem magokt, és mindenképpen kell vennem műtrágyát, úgy látom, mivel bajok nem kicsik. Szóval az lesz, ja, el is búcsúzom szerintem, mert ma meg egy fú, egyébként amikor így próbálom, kattog az agyam, hogy mit csináljak, hogy csináljam, akkor lehet, hogy egy kicsit így elvezve érezhetitek magatokat, mert lehet, hogy nem kommunikálok le minden egyes szituációt, de én úgy érzem, hogy az nem rossz. Figyeljetek, megvan 3 földünk, tudunk vele normálisan dolgozni, és búzát fogunk, és ki fogunk termelni annyit, hogy meg tudjuk venni 28 ezerért azt a tyúkos földet, és akkor elkezdünk akkor a tyúkokkal foglalkozni. Jó, még van egy kis krumplim is, azt is el kellene adni. Nem is olyan túl sok kell hozzá, de sajnos mindenképpen kell nekem vető majd, meg kell mindenképpen műtrágya, mert hát az műtrágya is nagyon kevés van, és azt hiszem, hogy el is használtuk gyakorlatilag az összes. Ja, várj, de a műtrágyázóban, vagy a vetőben ugye van. Úgyhogy azt még nem is kell venni. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit megnyomjuk ezen a 3 földön a búzát, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a szituáció, gyerekek, a következő részben. Következő részben imádkozzatok, talán sikerülni fog a tyúk nevelde, vagyis az állatfarmja a keepernek. Na, köszi a figyelmet, jó legyetek, tippek, jöhetek ezerre. Nyugodtan ostorozhatjátok a keepert, hogy a burgonya technológiát eladta, vagy írjátok arról, hogy szerintetek jó ötlet volt-e. Valószínűleg elég megosztó lesz, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Na, sziasztok!